260. alkalommal tartottak búcsújárást a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére Barkán. A zarándoklat főcelebránsa Cserháti Ferenc, esztergom budapesti segédpüspök, a külhoni magyarok püspöke volt, aki szentbeszédében kiemelte, a kegyhelyek olyan gyógyforrások, amelyekből már elődeink is felfrissültek, új reményre és erőre leltek, mert hittek abban, hogy Jézus Krisztus az örök élet forrása. Hozzátette, a barkai zarándoklat a boldogságos Szűz Mária, a kegyelmek anyja példájára és keresztény hivatására irányítja a figyelmet, a szolgálatra, a kiengesztelődésre és az egyházi közösséghez való tartozásra ösztönöz. Őseink is ide jártak, és őseink egy bizonyos értéket hordoztak magukkal. Őrizték a Szent Istváni örökséget, őrizték a hitünket és a magyarságunkat. És ilyenkor bármilyen szétszórtságban élünk, akár a felvidéken, vagy bárhol a nagyvilágban is, egy-egy ilyen búcsú összehoz bennünket, és erősíti bennünk a nemzeti öntudatot, erősíti bennünk a hitbeli összetartozást. A hagyományt megtartva magyar, szlovák és német nyelvű misét is celebráltak a kétnapos zarándoklat során, melyre elsősorban az Abaúj-Gömöri régióból, de Magyarországról is sokan érkeztek. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon tetszett. Hát minden éven eljövünk, minden éven nagy élmény. Ez a misárot nekem az életbe felfrissülést, erőt, ezt vártam el Istentől, és ezt meg is kaptam. A helyiek nagy becsben tartják a búcsújárást. Sokan a 70-es évekig tartó gyalogos zarándoklatokra is emlékeznek. Ezelőtt nem voltak ilyen nagy búcsúk. Akkor saltrak voltak, de papok se voltak annyian. Népek jöttek, prosociókkal gyalogosan jöttek. Akkor a saltrakba sütték a hurkaot, lehetett venni hurkaot, de így hazaknál nagyon szegényesen volt. Most sokkal többen jönnek, mert ugye vannak autóbuszok, autók, gyalog most már nem így jönnek. Akkor jöttek gyalog, hordtak a két zászlót, még a keresztet hoztak közbe, énekelve, imádkozva jöttek a búcsúra. Akkor olyan volt. Barkán 1758-ban alapították meg a környék legrégebbi skapulári társulatát. Valasik János helyi plébános a Sarutlan Karmeliták Budai Skapulári Társulásához folyamodott az engedélyért, mert nem csak filiása akart lenni az anyatársulatnak, hanem egy önálló gyülekezet létrehozását szorgalmazta. A tagok kötelessége a skapulári viselése, az előírt imádságok elmondása, böjtölési szabályok betartása és a tisztaság megőrzése. A legenda szerint Szűz Mária ígéretet tett arra, hogy a skapulárét viselőt halála utáni első szombaton a tisztító tűzből a mennyei üdvösségre segíti. A skapulárét felvettem 98-ban, 20 évi volt tavaly. De még, mondom, elgyűvök még most is, mert ott bírok még. Akkor el lehet gyűnni. Nagyon szeretem a Jóistenkét, nagyon szeretem. Még nagyon jó itt a templomban. Skapulárét, azt a vállon vagy nyakláncon hordozható kis ruhadarabot, két zsinórral összekötött, Kármelhegyi Boldogasszonyt ábrázoló posztódarabot vagy érmét, sokan a szűzanya iránti tiszteletből viselnek. Lelki édesanyánk látható és állandó jeleként, ezzel is kifejezve a hozzáfűződő tiszteletüket és kapcsolatukat, kérve az ő anyai oltalmát és pártfogását. Szent Simonnak jelent meg a Boldogság a Szűz Mária annak idején, ott Kármelhegyén, és neki adta ezt a válszallagot, váruhát, és hogy szintén adja tovább, hogy mindenki, aki hordja ezt a ruhát, az a Szűz anyához tartozom. Előfordult, hogy 160 is egy évbe feliratkoztak, és azóta hordják, vagy hordották, amíg éltek, ugye, ez kapulári. A barkai plébánia templomban két Mária kép található, a főoltáron a Kármelhegyi Boldogasszony, a mellékoltáron pedig a Pócsi Szűz anya kegykép másolata. A búcsójárást ma a falu ünnepeként tartják számon. Elmondhatjuk, hogy ez
Nem csak egyházi, de világi szempontból is nagy ünnep, sőt, községünknek a legnagyobb ünnepe. Van egy nemzetiségi vetülete, és van egy hitbeli vetülete. Tehát igen, találkozásokat, hazatéréseket, visszatéréseket, emlékezéseket, és remélhetőleg jövőt is. Ezt jelenti ma már a búcsújárás. A Csermosnya völgyén néhány száz lelkes falu ilyenkor zarándok helyé alakul, hisz idén csak a miséken több mint 1000-en vettek részt.